A szívritmus zavarral kapcsolatban kérdezhetik mai szakértőnket a nézőink. Itt van velünk dr. Kiss Róbert Gábor, kardiológus. Jó reggelt ismét. Milyen kérdések érkeztek leginkább? Sokan telefonáltak, főleg betegek. Tehát akik már szívritmus zavar miatt tapasztaltak, és ezzel kapcsolatban tettek fel kérdéseket. Volt, aki nem szívbeteg volt, nem is egy, de ritmus zavar mégiscsak tudott lenni neki. Az egyik az aszma gyógyszereknek a hatására jelentkezett nála a szívritmus zavar, ilyen létezik. Igazából valószínűleg nem szívritmus zavar volt, csak nagyon magas pulzus. A másik beteg, aki telefonált neki, a pajzsmirigye nem működött jól, és azért lassú volt a pulzusa. Az a pajzsmirigye ilyen általános alapjárat, hogyha nem működik, akkor minden lecsavarodik, és a pulzus is lelassul. Érdekes mondani, hogy a pulzusszám esetében, hogy azt mondjuk, hogyha valakinek alacsonyabb a pulzusszáma, arra azt tudom mondani, hogy jó állapotban van, és ugye hosszabb lesz az életkora. Bizonyos szempontból igen, nagyon érdekes ez az állatvilágban. Ott a szegény kisegér nagyon rövid ideig él, és nagyon magas a pulzusa. A bálna viszont sokat él, és 35 a pulzusa, vagy még annál is lassabb. Egyedül az ember a kivétel ebből a vonalból, mert mi nekünk viszonylag magas a pulzusunk, és mégis elég sokáig élünk. De egyébként ennek a civilizáció az oka, hát jobban tudunk magunkra vigyázni, mint ők. Milyen kérdések voltak még? A legfontosabb kérdések, ugye a szívinfarktus utáni ritmuszavar, illetve gyógyszerezés volt. Sokszor ezek a gyógyszereknek mellékhatásaik vannak, a betegek szédülnek, nem szeretik szedni, de sajnos előfordul, hogy életmentőek, hogyha kevesebb szívizma marad a betegeknek, akkor szedniük kell akár szívizmus szabályzókat is, vagy pedig beültetésre kerül, ilyen kérdés is volt, szívizmus szabályzó. A legegyszerűbb ilyen szívritmus szabályzó az a pacemaker, ami ha nem üt megfelelően a szív, akkor helyettesíti, ingerli a szívet, és 10 évenként egyszer ki kell az elemet cserélni, és akár egy életet is le lehet élni pacemakerrel, de vannak sokkal bonyolultabb eszközök is, mint például aki betelefonált neki, mind a szív, két szívkamrájában van pacemaker elektróda, és ezáltal erősebben tud verni a szív. Doktorunknak nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésre állt és válaszolt a nézői kérdésekre.